A Magyar Közút munkagépei már a térre felkészülten sorakoznak a nyíregyházi mérnökség udvarán. A társaság idén is november 10-én állt át a téli üzemmódra. Ez azt jelenti, hogy 24 órában 12 órás váltott műszakokban dolgoznak a téli üzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján. A 2023-24-es téli üzemeltetés során 44 darab úgynevezett kombinált gép áll rendelkezésünkre. Ezek alkalmasak egyszerre egy időben a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátására. Ezen felül rendelkezünk még 5 gréderrel, 5 nagy teljesítményű homlokrakodóval és 9 hómaróval. Olyan megyei szerződéseket kötöttünk, amelyek lehetőséget nyújtanak számunkra abban az esetben, hogyha az időjárás kedvezőtlenre fordul, hogy a hóeltakarítási feladatokhoz további 18 munkagépet hívjunk le. Síkosságmentesítési anyagok tekintetében elmondhatom, hogy jelen pillanatban 3629 tonna útszórósó áll rendelkezésünkre, 198 000 liter kálciumoldat és 27 tonna kálciumgranulátum. Ezeket száraz, zárt helyen tárolják, és ha szükséges, folyamatosan tudják pótolni a sókészletet. A téli beavatkozások azonban nem egyszerre egy időben történnek a megye útjain, hanem ütemezetten. Először a főutakat tisztítják, majd a mellék, végül pedig a bekötő utak vannak soron. Mindezt közel 200 szakképzett munkás végzi. Tavaly rendkívüli időjárási helyzettel nem volt dolguk a szakembereknek. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ugye alaphelyzetben a téli időszak az november 10-től március végéig tart, de azt tapasztaljuk, hogy ez az időszak eltolódik. 2022-ben december 31-ig összesen 2 alkalommal kellett szórási feladatot ellátnunk, viszont az idei évben még húsvétkor esett a hó, és ekéznünk kellett az országos úthálózaton. De összességében az elmúlt téli időszakról elmondhatom, hogy rendkívüli időjárási körülmény nem alakult ki, úgyhogy a saját rendelkezésünkre álló gépparkkal az elmúlt évi téli elhárítási feladatokat teljes mértékben el tudtuk látni. Ahhoz, hogy téli körülmények között is biztonságosan lehessen haladni a megye útjain, elengedhetetlen a gépjármű vezetők és autóiknak felkészültsége. Alapszabály, hogy időben cserélje le mindenki a gumiabroncsokat jó minőségű télire. Az Útinform honlapján folyamatosan lehet tájékozódni az aktuális időjárásról, és ha rendkívüli helyzet van kilátásban, mindenki gondolja át, hogy halasztható-e az utazás. Ha nem, akkor hosszabb útidővel kell számolni. Fontos, hogy legyen megfelelő mennyiségű üzemanyag az autóban, valamint meleg takaró, élelmiszer és folyadék.